több mint 70 orosz támadás ért ukrán célpontokat vasárnap este. Az ukrán hadvezetés állítása szerint az orosz hadsereg lakott területeken lévő infrastruktúrát és ukrán csapatokat is lőtt. Kijev szerint 60 támadást azonban sikerült elhárítaniuk, valamint rakétáikkal több orosz katonai célpontot is lőttek. Eközben az Institute for the Study of War szervezet nyilvánosságra hozta legújabb elemzését, melyben azt írták, valószínűleg még egy sikeres ukrán ellentámadás sem lenne elegendő ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin tárgyalóasztalhoz üljön. A szervezet szerint az orosz elnök egy elhúzódó konfliktusban is kitartana eredeti célja mellett, és vagy erőszakkal erőltetné rá az akaratát Ukrajnára, vagy kivárná, ameddig nyugati szövetségesei már nem támogatják tovább Kijevet. Elemzésükben Bakhmut és Avdiivka helyzetére is kitértek. Véleményük szerint a települések ostroma ugyan nem teljesen értelmetlen orosz oldalról, azonban elfoglalásuk komoly stratégiai előnnyel nem szolgálhat. A szervezet azonban azt is kiemelte, hogy Putyin makacságának lehet értelme egy tovább húzódó konfliktusban, mert előfordulhat, hogy idővel csökken majd Ukrajna nyugati támogatottsága, esetleg el is apadhatnak az ukrán hadseregnek nyújtott katonai szállítmányok.